Stabil gazdálkodásról tanúskodik Kőbánya önkormányzatának zárszámadása, amelyet a legutóbbi testületi ülésen fogadtak el. Az összegzés a tavalyi pénzügyi adatok alapján készült, és mint elhangzott, hasonló kiegyensúlyozottság várható ebben az esztendőben is. Erről és a testületi ülésen elhangzott néhány egyéb témáról szól az összeállítás. A képviselőtestület 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett fogadta el a kőbányai önkormányzat zárszámadását, és először ennek értelmezésére kértem Dékovács Róbert Antal polgármestert. Stabil többséggel fogadta el a testület. Az ellenzék általában költségvetési kérdéseknél mindig nemmel szavaz vagy tartózkodik. Ennek persze van egy hagyománya, vagy észszerű-e, abban nem vagyok teljesen biztos, hiszen az önkormányzat olyan zárszámadást, beszámolót tudott elfogadni a 2018-as év gazdálkodásáról, ami nagyon pozitív eredményeket, értékeket mutat. A stabil kiszámítható gazdálkodás működtetés, kerületműködtetés, beruházások köre, illetve a valamivel több mint 500 millió forintos eredmény, ami jelentkezett év végén, azt gondolom mindazt mutatja, hogy az önkormányzat kiszámítható, észszerű módon gazdálkodik, a számok, a beszámoló ezt tükrözte, és így módon terveztük a 2019-es esztendőt is, egy közel fél éves, hiszen már május hónapban járunk, működés ebből az esztendőből azt mutatja, hogy ez az év is hasonló módon fog alakulni. Ha már gazdálkodásról van szó, az önkormányzat testülete először döntött úgy, hogy a tűzoltók a rendőrökhöz hasonlóan pályázhatnak lakbértámogatási hozzájárulásért. Ennek milyen tapasztalatai vannak? Nagyon fontos az, hogy Kőbányán megőrizzük a munkaerőt, legyen önkormányzati munkaerő, vagy épp a közszolgálatban más módon a hivatásukat teljesítők, hiszen egy másik napirend keretében szolgálati lakásokról döntöttünk, kőbányai lakásokat, önkormányzati lakásokat jelöltünk ki szolgálati lakás céljára. A tűzoltók támogatását pedig az albérlet megfizethetőségének támogatásával igyekszünk megoldani, hasonló ez a rendőrök támogatásához. Az ő körükben azt lehet mondani, hogy évtizede élünk ezzel a lehetőséggel, és az itt szolgáltatott teljesítőket igyekszünk helyben lakhatáshoz jutni támogatáson keresztül. Bízom benne, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy ez a támogatás, hogy mindig elegendő tűzoltó rendőr legyen a kerületben. Elhangzott a testületi ülésen is az az információ, amely többfelé megjelent, hogy tudnék, a Csajkovszki parkban lakóparkot készítenek elő, csendben vagy nem csendben. Mi az igazság? Erre azt lehet mondani, egyszerűen egy szamárság, butaság, álhírek, ki tudja milyen érdekből terjesztett álhírek. A Csajkovszki Park az egy közpark. Közparkban a jogszabály tiltja minden ilyen típusú beruházásnak a megvalósítását. Nem történik más, mint egy folyamat következő lépése. Az önkormányzat sajnos nem volt tulajdonosa a Csajkovszki Parknak, csak minimális hányadban. Évekkel ezelőtt indítottuk azt a tárgyalássorozatot, melynek eredmény lényegében mára már megkaptuk a magyar államtól az állami tulajdoni hányadot, így a parkon belül az önkormányzati részesedés egy 98%-os területre kiterjed, azonban még egy 2%-nyi osztatlan közös tulajdonról beszélünk, magántulajdonosi hányad is megjelenik a Csajkovszki parkban, ami egyébként nem lehetne. Éppen ezért úgy döntött a képviselőtestület hónapokkal ezelőtt, hogy elindít egy kisajátítási folyamatot, miután a magántulajdonossal nem sikerült egyességre jutnunk. Nyilván a tulajdonos vitatja azt az összeget, amelyet az önkormányzat a tárgyalások során felajánlott, hiszen ez egy viszonylag alacsony összeg, de ez nem meglepő, hiszen a közpark az korlátozottan hasznosítható csak, illetve csak arra a célra, amit a jogszabály itt megenged. Ezen a magánterületű részen egyébként az önkormányzat tervei szerint a jövőben, amennyiben tulajdonba kerülünk, a parkot kiszolgáló létesítmények, lemhelyek, egyéb helyiségek kerülnének kialakításra, és szeretnénk a parkot, miután tulajdonba kerülünk, teljes egészében felújítani, fejleszteni. A kőbányai Csajkovszki Park tehát park marad, és így őrzi a 19. század romantikus zeneszerzőjének, sok egyéb között a Hattyúk tava, a Csipke Rózsika és a Diótörő balettek komponistájának emlékét.